napot! Szia! Szia! Szia, Marci! Szia! Üdvözöllek itt Barcson, a hajó fedélzetében. Bemutatom neked a drága szakértőjét, a halászléfőzőmestert. És így jöttetek! És egyetek meg! Egy te kis, voltál! Így van! Egy kis falusi kóstolóval hát készültem. Lehet viselni a süt a nap, a dráván hajózunk. Ilyen jó időben, ilyen gyönyörű környezetben, és még ilyen és falatok. Igen. Nagyon jól néznek ez ki. Sonka, melyiket kóstolták? Szarvas kolbász, vékony kolbász, stiffi, az májas húsos hurka, meg vaddisznó töpör. És te töltöd? Igen. Nálunk én vagyok a böllér, a család. A böllér is? A böllér is, igen. Kész vagyok tőled. Kóstoljál. Hát először ezt. Így indulásnak, igen, a fütyre nyugtatónak. Nagyon finom. Nagyon jó idő lett. Kóstold meg a vaddisznó tököltyűt és... Vaddisznó töpörtyűt. Ma reggel, sőt, hajnalban. Ma reggel, hajnalban? Igen. Vaddisznó töpörtyű? Vaddisznó töpörtyű, igen. Sikerült olyan disznót elejteni, aminek volt zsírszalonnája, és akkor én szeretek egy kis töpörtyűt sütni belőle. Nagyon meg vaddisznó zsír is, amiben fogom készíteni a vadat. Nagyon finom. Gusztusos tálalás. Nagyon kellemesen ez. Jó az idő. Igen, gyakorlatilag először a szemünkkel eszünk. Igen, a látvány az mindig nagyon sokat számít. Na jó, de most azért nagyon szépen tálaltatok. Hát szép nagyon, helyre. Nagyon, igen. Ez így gyönyörű, de a környezet csodálatosan szép tájol. A Dráva az egy fantasztikus folyó. Kezdő orgászként bemutatták nekem a Drávát. Ez első látásra a szerelem volt, és már akkor felhívták a figyelmemet, hogy a vadcsapásokon járjak, mert az biztonságos. Tehát akkor nem esem be ilyen a mederbe, tehát az biztos, óvatosan közelítsük meg a Drávát. Ez egy érintetlen vadon még tulajdonképpen. Még a turizmus nagyon nem fogta föl, horgászok nagyon nem járják meg, csak a helyiek. Az egyik leggyorsabb folyó, ami van az országunkban, és ennek hatására és a legmagasabb oxigén tartalma is van. Ezért olyan különleges hajnövényzetek és állatvilága van, hogy ez a magas oxigén tartalom és a legtisztább folyó. Ennél nem nagyon tudok jobbat elképzelni, mint itt túrázgatni a Dráván. Közben elszegetni, jó emberekkel beszélgetni. Hát ez gyönyörű. Előkészültem a horgászatot, előkészültem a botokat, hát a téli időszaknak a hozományait, előszerelgetés. Mert itt még jön. Az idén nem horgáztál? Hát még nem horgáztam. Na, azt, nem, hát az nem, milyen megtiszteltetés, hogy velünk kezdi a szezont. Nem, ez az első. A süllőre most már úgy néz ki, hogy jó lesz a vízszint. Akkor mi addig elmegyünk gombázni, keresünk divatot. Útközben gombázunk. Útközben gombázunk. Egyet sétálunk, keresünk gombát, és akkor jövünk. De meg addig horgázgassál. Horgázgatok, addig megoldom. Jó? De együtt főzünk. Együtt, meg igen. Meg ne főzd. Igen. Jó. Horgászoknak mit szoktak mondani? Bottörést. Bottörést? Ja, mert az akkor nagy. Törjön a bot. Akkor bottörést kívánok neked. Csodálatosan szép ilyenkor az erdő. Nyílik fű, fa, virág, bontakozik ki a természet.
A vadak ilyenkor érinthetetlenek, ugye? Igen, a vadak ilyenkor többnyire érintetlenek, mert ilyenkor van az utódnevelés, párzás időszak, úgyhogy majd igazából szeptemberben a szarvasbőgéssel indul a nagy vadászat. Akkor nektek idén. A somogyi vadászhölgyeknek ilyenkor ez ilyen csak a séta? Igazából csak a séta, ilyenkor lehet megfigyelni a vad mozgását, meg megtaláljuk a gombát is közben. Ti külön jártok vadászni, vagy a férfiakkal? Én általában egyedül szeretek kijárni vadászni. Egyedül? Egyedül, igen. Én egyedül szeretek. Akár sétálni az erdőbe, akár lesen. Éjszaka eltölteni is? Az időt, éjszaka is. Nagyon-nagyon sok éjszakát eltöltök a lesen. És mert félsz? Mitől féljek? Nálam a puska. Miért én féljek? És mióta vadászol? 12 éve. Igazából nem régen kezdtem, nem fiatalon kezdtem. Előtte csak úgy fertőződtem a vadászattal. De ki vadászott a férjem. És akkor beiratkoztam titokba, vadásztam folyamra. Titokba. És mit szólt a férjed, amikor mondtad, hogy na, nekem is van vadászicskám? Igen, amikor én hazaállítottam a vizsgapapírral, akkor először nézte, hogy nem-e valami hamisítvány, hogy te vadászvizsgát tettél. És akkor hát úgy rögtön rugalmasan hozzáállt a témához, és na hát akkor milyen puskát vegyünk. Tehát úgy abszolút na, toleráns volt, igen, és mindenben támogatott. Volt kucsmagomba? Kucsmagomba az idén nem, legalábbis én nem találtam, de ismerősök se. Sajnos az idén azt nagyon nézd. Száraz volt a tavasz, és ez a gomba növekedésére is kihat. De nézd oda, nézd oda! Húha! Ott a gíva, az sárga gíva. Na tessék! Jaj, de klassz! De gyönyörű, jaj, még sose láttam ilyet. Hát ez gyönyörű. Ez az igazi sárga gíva. Hát ez nagyon jól néz ki. Nagyon. Tapintás, igen, tapintással lehet megállapítani. Egyrészt ránézetből a színéről, amikor narancssárga még a gíva gomba, akkor fiatal. Uh-huh. Ahogy világosodik, sárgul, úgy taplósodik. Igen, és a végül egy ilyen ehetetlen kemény tapló. Igen, akkor már ehetetlenné válik, de ilyenkor nagyon-nagyon finom. Törjem szedjünk, le? Szedjünk belőle. A fás részeit azt ugye nem lehet használni. Hát meg az alját ott kell hagyni. Igen, mert akkor ugye a spórákkal szaporodik. Ezt, jó illata van. Ezt itt Somogy megyébe cseresznyegívának is nevezik. Igen. És van vidék, ahol erdei csirkének. Erdei csirkének, igen, a köznyelv. Mert a csirkehúsra, a csirke mellhúsára jellemző. De még így az... is szagold meg. Igen, csodálatosan szép. Jaj, de örülök, hogy megtaláltuk. Belőle? Igazából egy kis fokhagymás tejbe áztatom, és talán grillen a vadhús mellé. Aha, nagyon jó. Én azt hallottam, hogy még darálni is szokták, és géva fasírozott, igen. Azt is szoktak de akár csinálni. Savanyúságnak is nagyon finom. Igen? Akár egy tejfölös mártás szerűen elkészíteni, pörköltnek is, ugye? Paprikásnak is. Hát és mit tűzöm után, vagy hozzá? Tárcsalapra szelídített vaddisznó csülök lesz. És egy igazi somogyi köretet gondoltam hozzá, egy krumplis tésztát a magam módján. Jó, én biztos vagyok benne, ha te főzöl, az isteni lesz. Na milyen ez az igazi drávai írdalt halászlé? De ezt már álljunk meg egy óra, hát ez hogy néz ki ez az edény? Gyönyörű, szép. És ott van benne a lényeg. Igen, a szép kis a három kilós kis pontyocskánk, kis belsőséggel. Mondja, csináld, és én közben érdeklődöm. Hát először is a halzsír, amiből töpörtyűt szoktak csinálni. Hasalja. Ebből a hasalja részből. Aha. Kicsit le kell nyesni. És egy kis apróra innen szedünk ki még eredeti zsíradékokat. Külön megy? Igen, ezt egyszer egy bográcsba kihúzatjuk. Ja, kisütöd? Igen, igen, kap egy pillanatnyi sütést hagymával együtt majd. Aha.
lejjebb tolok. Nem, nem. Ne? A bográcsot mindig a szélén sütjük. Igen. Így, így. Akkor te nem ég oda. Ott mindig van folyadék, mindig van lé. Nem égetjük, nem szabad középre rakni. Igen, nem, mert leül. Nem közvetlen éri a hő alulról, hanem itt. Ez nagyon fontos információ volt. Így van, így van. Aki gázzal főz, az soha nem szabad, hogy telibe alulról hőt rakjon alá. De azt nézem, hogy a halásznét majd te is egy befelé szűkülő bográsban főzöd. Mindig az ízek, aromák befele forduljanak. És akkor a lé is tud jobban meg a szeletet befelé is. Fordulni. Így van, így van. Na, ez már jó lesz. Jól forr, jön a többi teszünk víz. Teszünk rá még egy csipetnyi vizet, és akkor ez itt magába végzi a dolgát. Végzi a kis dolgát itt. És akkor amíg az még fő, a hagyma, addig tudom jöhet, dolgozni. Hogy mitől írdalt halászlé. Így van, hogy mitől írdalt. Az írdalás az úgy kezdődik egy nagyon jó kis éles pengés késsel. Egy jó horgásznak mindig jó kése van. És a vastag húst, ahol a szálkák vannak, azt... De csak azt, tehát nem kell végigvágni soha. Mert akkor már szétesik. Így van, mindig. És lehet hallani, hogy rottyan szétesik. Csak a gerinctől a hátúszóig. Csak a hátúszóig, pontosan. És ezek ezt kitől tanultad? Ezek pont jó. Hát egy pergetés folyamán 3 napra lejöttem a Drávára, és egy mami. Mami? Egy mami. Úgy képzeld el, hogy szivarozó kis mami, idősebb, 70 körül, szivarozott. Horgászott is? Horgászott. De egy olyan botta, hogy ilyen bodza. Kis húszak. Hozzággal és egy holt részbe sárkárászozott. És ő tanította, azt mondta, hogy fiam, gyere mutatok én neked valamit, hát ha egyszer ez neked jól fog jönni. És csak az egyik oldalat írdalod? Nem szabad két oldalt írdalni, mert keresztvágást csinálsz. Aha. Akkor szétesik. Tehát először beírdalod az egyik oldalt, elvágod. Fölszeletelem, és utána a szeleteket írdalomba külön-külön. Értem. És eltávolítjuk a fejet, ott az fül. És te a fejed belefőzöd? Mindent belefőzök. Én belsőségtől kezdve a belsőségről lehúzom a kis zsiradékokat. Ez egy speciális vágás, ezt a nénitől tanultam. Igen. Bele kell dugni a hal szájába, nem éri a kezed. Itt semmi nem fog el. És csak egy erőteljes nyisszantás és készül. De jó. És ezt is köszönöm. Ezt is van egy maradék. Kopoltyút kivesszük, meg keserű fogát ez kivesszük. Ez mehet bele már ebbe a lébe, itt előföl, mert ez úgyis csont, ki kell jönni az ízeknek. És akkor ezt így körülbelül 5-6 centinként van egy, írdalás. Egy írdalási, és akkor ott nincs, nem találkozik az ember csonttal. És a felezés. És a felezés. És nem emlékszel, hogy hívták a nénit? Nem emlékszem sajnos. És sajnos utána nem is találkoztam vele. Soha többé. Soha többet. Úgy, és akkor egyszer... Kész. Ez készen van. Na és akkor? Egy csipetnyi sózás kell a szeleteknek, minimális. Igen, mert akkor meg megszürkül, meg kiadja a nedvességet. Így van, és nem sokkal a főzés előtt. Nem. Pár hát perccel. Itt körülbelül egy 5-10 percen belül megy. Igen. Így áttesszük. Úgy. Tehát 6x8 deci. 6x8 deci? Igen. Tehát fejenként, hogy az arányok meglegyenek. Egy öklömnyi hagyma. 40 deka hal. Igen. 8 deci víz. 5. Igen. És 6. 6. És mennyi paprika? Az adagonként egy pupos kanál. Adag, és plusz egy pupos kanál paprika. Igen. Akkor elkezdjük az alapfűszerezést. Igen. Az alapfűszerezés kis bors. Bors is jön bele. Igen. Aha, akkor ebben is más. Ez 6 csapat. Így egyszerűen ilyen csapat. Így. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó sok bors megy bele. Ez ennyi. Igen. És akkor fokhagymás olaj. Én nem rakok bele fokhagymát. De fokhagyma is mehetne. Mehetne, ha lenne benne csuka. Igen. De mivel nincs benne, mi adunk egy kis aromát neki. Az erős paprika. Ezt egyszer meg kell forralni. Forralni. Már kezd habosodni. Na most forr. Tessék.
Ennyi volt. Ha ugyanannal a hőtartománynál visszaesik a lére, akkor kész. Akkor van kész a lé. Aha, jó. És akkor beledobálj. Tartom neked. Köszönöm. Vagy segítsek valamit. Nagyon kedves vagy. És akkor most jön bele egy csapatnyi rozé. Bor is jön bele, mint ami... a pörköltbe. És a mami is tett bele egy kis bor. Igen. Csak így egy csapatnyi rozé. Így van, ennyi. Semmi tovább. Többi a horgászati. Akkor ilyenkor lehet adni neki a gázt, a hűt, és hadd menjen. Picit ringatod, és kész. Így van, így van. 20-25 perc. Na figyelj, amíg megfőzöd, addig megnézem ott azt a halsütést, jó? Rendben van. Ezt most nem teszel bele úgyse semmit. Nem, nem. Ezt jó, nem, jó, nem, jó, jó. Az utolsó pillanatban majd. Oké, oké, jövök mindjárt. Rendben. Jó munkát! Hát köszönöm szépen, Marci! Jó napot! Jó napot, szép napot! Jó napot! Jó napot kívánok, borvásnak! Kezdjét csókolom, szervusz! Jó napot, szervusz! Örülök, hogy... Hú, de meleg van! Hát igen, ennek így kell. Dobro, 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 dobro. Igen, azt is, tehát, azt is, azt is, azt is. Ezt a szíves, ugye? Erősebben van be. Értem most már rám, mert hogy ami jobban ég, azt fordítgatjátok, áthelyezitek egyik helyről a másikra. Igen. De meleg. Igen. Hát jó nagy tüzet raktatok. Mennyi ideje sül? Hát ez egy akácfából van, 3-3,5 órája. Olyan sokáig, ekkora igen, igen. Hát lassan kezdjük el, hogy az értékek ott legyenek. Na és akkor hogy lett így félbevág, hogy mindegyiknek van farka is, feje is? Hát gyakorlatilag talán itt tudnám megmutatni, hogy úgy van megbontva, hogy tehát egy bárdal véghasítjuk, utána egy ilyen szinte egy sebészeti művelettel, ketté vágjuk, és ketté a farok... lehet a farkát is vágni? Igen, igen, ketté lehet vágni. Óriási. A farkát. Igen. Óriási. És ezt igen. Kizárólag ponyból csináljátok? Igen, csak ponyból. És mi de a hát, neve? Csiptetős? Csiptetett pont, igen. Csiptetős, mert egy csiptetős pontot pont. Ettem, ez egy horvát étel, ugye? Hát lehet mondani horvát is, de mikor kisebb voltam, még öreganyámmal olyan 65-ben jártunk le a Drávára, és általában ünnepnapokkor az emberek ilyeneket készítettek. Itt is, a magyar oldalon is? Igen, igen, igen. Komolyan? Igen, igen. Volt és akkor rá. Ezt meg ti őrzitek, ezt igen, a hagyományt? Igen, ezt a hagyományt. Igen. De a barátod, ő csak horvátul beszél? Igen, ő horvátul, tehát ő egy nagyon jó barátom, sokat járunk Horvátországba versenyre. Ja, hogy így... főzni jártok versenyre. Igen, tehát megismerkedtünk. Aztán és... megalakultatok. Meg, igen. Jól mondom, megalakultunk. Na, és ezekkel lehet enni? Hagyma? Még hagymás, igen. Sózott csak? Hát sózott, meg egy kis olajjal. Olaj? Igen. Piros paprika, ez valami van a tejfölben. Petrezselyemzöldje. Aha. Az meg fokhagyma és petrezselyemzöldje. Ez egy csillis, ez egy betyáros, ez egy nagyon, nagyon betyár. Tehát nem véletlen van ennyi belőle. Igen, igen. Jó? Tehát nagyon kevés van, az szintén. Akkor mutasd, hogy hogy kell ezt. Annak az a lényege, hogy tehát így megkapta a... Hajdanán, aki a delikvens. És akkor fogta szépen is így csipegette le egy kis kenyérrel, sőt, be is tudta állítani a földbe. Street food volt. Igen, lehet mondani, street food. Honnan köszi, aranyos. Úriás! Nagyon szépen köszi. Hát én adok a barátodnak is puszit. Járó! Nagyon dolgozik. Járó! Köszönöm szépen. Én köszönöm, isteni! Hát ezt nem lehet abba hagyni. Szokták még piros paprikával megszórni, és így tovább. Hú. Ez tejfőlel is szokták. És hogy nem szárad ki ennyi idő alatt? Nem, faktos. nem. Hát ennek ez a lényege. Vízparti ember úgy tud halat tenni, nem? Itt hát, megy be a hal, ott jön ki a szálka. Így van, pontosan. Ezt meg édesanyámtól tanultam. Igen. Kicsi voltam, és mindig néztem, mondom, hát anyu, mondom, hogyan? Hogy ilyen sebességgel. És megtanultam én is. Persze. Igen. Na, hogy áll? Belerakjuk a belsőséget. Adom. Jajaj, el ne szóljuk. Csípőset már raktál? Még nem.
ezt megvárjuk, megmozdítjuk, és akkor megy a csípős tetejére. Nagyon finom. Igen, most jönnek ki a színek, milyen gyönyörűen kijött. Gyönyörű. És nem jön föl a víz. Ez a zsír. Nem jön föl a zsír, nem ül le a paprika. Nincs semmi. Itt minden ott marad a helyén. Ez mind a nagy láng, és egy forralás, a folyamatos, egyenletes forralás. És ezt az ember mindig tartja, gáz kezeli szépen, a hőt adja neki, akkor mindig a forrás sebesség az. Ezt az állagot hozza. És ez a 40 perc. És ez a 40 perc. Itt nincs olyan, itt jönnek a vendégeim, 40 percen belül asztalhoz addig. Nézzetek körül, nézzetek meg a természetet szépen, és akkor... Kocintunk egy fröccsel, nincs, hogy várnak, vagy igen. Valami satöbbi. És nincs percet. Egy csomó mosogatnivaló. Semmi. Itt egy hal kell, egy edény, egy bogrács, aztán ennyi volt. Kész. Atya ég, ez a szírom kalács? Ez a szírom kalácsi. De miért szírom? Hogy mert a szír, az tórós. Tórós. Ja, mert horvát. Igen, mert horvát, igen. Tehát igen. Nem úgy szírom, mint a virágszírom, hanem nem, hogy a szír a túró. Igen, tehát sós lesz. Sós tórós. Jaj, de jó. Óriási. Hát nagyon jól néz ki. Akkor előjáróban lemeózom, jó? Hogy jó. Egyáltalán megmutassuk a nézőknek a receptet. Ez a fele, ez káposztás, az ugye meg sóstúros. Ugye sziromkalácsi a tésztája ugyanaz, de káposztával is készítjük. Akkor a káposzta hogy van horvátul? A zéjom kalácsi. Akkor zéjom kalácsi. Akkor ezt a kis sarkát megkóstolom. Az lesz a szírom. Azt a de gyönyörű a tészta. És ezt Zoltán készíti? Igen, ezt Zoltán én dolgoztam. Készíti. Gyönyörű. Hát, illetve ketten. Nem, a Zoltán készíti, én csak segítkeztem. Milyen, Marcsi? Ez felbeteges. Ez zsírral van. Zsírral van. Isteni. Na jó, megmutathatjuk. Lehetőriztem. Először is felfuttatjuk meleg tejbe az élesztőt. Igen. Az az igazság, hogy édesanyám az nem bírja már csinálni, és mivel én szerettem volna kalácsot enni, úgyhogy kénytelen voltam megtanulni. Elkezdtem. Elsőre. Sikerült. Azt utána ma magamtól is. Uh-huh. Már készítettünk ma egy fantasztikus horvát ételt, ezt a csiptetős pontyot az előbb. Igen. És ott lent a drávakarton? Uh-huh. Itt lent a szabad strandon. Bele két tojás. Egy egész tojás és egy sárgája. Egy sárgája. Ezt a szíromkalácsot pénteken szokták nem. Régen, nem? Hanem? Nem, mindig vasárnap reggelire sárnap. Készítették. Felkeltek a mamák, anyukák 5 órakor. Vasárnap is? Vasárnap, igen. Hát vasárnapi reggeli volt. 8 óra körül kész volt a forró meleg kalács. Mindenki kibújt a meleg igen. Ágyból. Igen, megreggeliztünk és mehettünk. Főleg, amikor misére. Gyerekek voltunk, megettük a forró kalácsot és ahogy az Ilike mondja, mehetünk misére. Na, addig, amíg az fut, addig ezt mondjuk el, hogy a káposzta meg a túrót elmondtuk, hogy tojás és só. És mi kerül, hogy készült a káposzta? A káposzta felszerve meg lett pirítva. Egy kis zsíron meg lett sósan. Igen. Semmi borsan benne? Semmi különös. Te is úgy méred, ahogy sikerül? Igen. Mert így mutatta az anyukád. Na, ő úgy mondta, vagy fél liter tej, vagy egy liter tej. És, ahhoz és az, amennyit fölvesz. A tej a kiinduló anyunak is, nem a liszt, igen. Egy kis só, vagy ez cukor? Só. Só. Nem is kicsi só. Igen. Sós sós kalács lesz. Igen. Gyönyörűen fölfutott. Nézd meg, két nő szolgál ki, Zoli. Szólj, ha jöhet a tej. A tej. Mondd, hogy mennyit. Én csak. 8000. És az a népviseletetek? Igen, ez a népviseletünk.
Én mindjárt megnézem, csak öntök Zolinak egy kis tejet. Ez egy liter tejből lesz akkor? Ez egy liter tejből. Az az adag akkor, amit kiborítottál, az is egy liter tej. Az is egy liter tejből. Igen, tejből. Jó nagy adag lesz belőle. Tehát mindig visszalágyítod a tésztát. Na szóval, ez a fiatalasszony viselet? Igen, egy fiatalasszony viselet. Ez abból látszik, hogy ez a Slingovani rukávi, ez azt mondják, rukávi, tehát ez a rukkávé, ez az ujjas. Uh-huh. Ami alatta van, az az oplecsics van alatta is. Tehát fölül egy ilyen áttetsző igen, van, igen. Alatta egy virágos, hogy átsejlen. Igen, hát így van bevarva ide a vállába, van bevarva, abból az anyagból, ami a kötényanyag. Ez a ruházat, ez az Zoli feleségének a ruhája. Otthonról hoztad. Nagyon és szép. A Zoli öltözteti nagy egyébként, mert egyedül nem lehet felöltözni ebbe a népviseletbe. Zoli szokta feleségét öltöztetni. Nagyon csinos. Igen, de a férfi ruházat is nagyon, nagyon csinos. És lekenjük. És le is kenjük. Így is, hogy ugye a tetején ne szállasson. Hogy ne száradjon ki a tészta. Na, megkelt a két szipó. Szuper. És most jön a mutatvány. Na Zoli, jó vagy nem jó? Jó. Jó. Most, ha Istenem, jó sikerült. Jaj, mert volt már, hogy nem? Volt. Hát volt, hogy szakadt. Aprólékos munka. De ezt én is csatlakozom. Megéri. Majd nem sikerült. Meglocsolja? Meglocsoljuk. Egy kis olvasztott zsír. És akkor most föltekerjük. Az első cipót azt feldolgoztok, kinyújtottok. Na, jöhet a káposztás. Na, tehát akkor így még hagyjuk egy picit kelni? Igen. És akkor 200 fokon egy fél órát. És kész. Mikor ezt a szinten akkor megpirul. Egy kis vízzel megspricceljük, hogy visszapuhuljon, letakarjuk, és akkor utána egy 5-10 perc múlva tálaljuk. Aha, na jó, akkor búcsúzásként a káposztásat is megkóstolom, ezt a picit. A káposztás is nagyon finom. Igen, köszönöm, és gratulálok. Remélem, sok férfinak példa lesz. Köszönöm szépen. Somogynak ez a része, ez az alsó csücske azoknak a területeknek, ami mellett elhaladtunk. Javarésze valamikor legelő volt, a faluból kihajtott. Ezek tölgyesek voltak örökké, itt makkoztatták a disznókat. A legelőkön legeltették nálunk innen a marhákat, a falu marháit, a birkákat. Hát akkor itt sok olyan pásztorember volt, mint te. Igen. Régen. Hát, hagyományos. Akkor abból éltek. Hát csak a jószágból. Igen. Nem volt ennyi lehetőség. Akkor a jószág adott mindent, meg a természet. És a faluban nagyon sok livát, kacsát tartottak.
Hát most szeretnélek elvinni egy olyan helyre. És azokat is kint legeltették. Azokat is kint legeltették. De jó, víz volt. Vízparton, ilyen mocsaras, lápos vízpartokon dagonyáztak a libák egész nap. Híztak jó kövére, és most elmegyünk, eszünk egy jó kis libapörköltet valahol. Igen? Uh-huh. Ez így dobni fog egy kicsit. Jó. Hát akkor jöjjön ez a liba, jó? Bár már alig van liba a környéken, de reméljük majd most felelevenítjük, és akkor újból elkezdenek libát tartani. Így fel kell aprítani a libát? Igen, szokták csontosan is felrakni, meg szokták felaprítva is. Én ezt jobban szeretem ezt a fajtát, mert nincs csontdarab. Jó, és a mája is itt van. Ez egy pecsenye liba volt, mert kicsi a mája. Tiéd a terep. Tessék. Az előkészített. Igen, az előkészített libazsír. Jó meleg van, jól tűz a nap, és még megint fűt a fa is. Kis libazsír. Egy klasszikus pörkölt lesz? Igen, klasszikus, tradicionális libapörkölt. Tehát a hagymát megdínszteled. Így van. És fokhagyma is megy bele? Van, akkor mégse klasszikus, mert klasszikusban nincs fokhagyma. Nincs. Nincs. Na látom, ezt nem tudtam. Na látom. És nagyon ügyesen egy húslével engedett föl, nem? Csont? Ez a libacsontból, ami megfőztem a laklénak a libacsontot. Ez nagyon finom lesz. És mik a fűszerek? Az viszont tényleg a régi fajta, tehát a só, a bors, a majoranna. Majoranna is kerül bele. Egy leheletnyi csak. Na jól van. Benne van, látom az úza is, minden. Így van. És még a nyakad már hagytam egy kicsit, ugye ezt ki lehet vallatni. Csont is ott van. Igen, egy kicsi legyen benne azért. Ugye pörköltet készítünk, az azt jelenti, hogy körbe pörzsöljük a húsokat, bezárjuk az ízeket. Igen. Ezt nem győzöm a nézőknek eleget elmondani, hogy mi a különbség a pörkölt meg a paprikás között. Igen, ha nem pirítjuk le egy kicsit a húst, akkor nyitva vannak a porosok, és könnyebben kifő belőle. Itt a pörzsölés a lényeg. Nem baj, hogy egy kicsit lekapja az oldalát vagy az alját, mert a folyadék, így van, a folyadék az föl fogja oldani, és még jobb az az íz kell nekünk. Olyan gyönyörű, mint egy vathús, olyan színe van a liba. Igen, elég előteljes vörös színe van. Sötét vörös színe van. Na nézd, kezd olyan szépen. Kezdi a hús elveszteni a színét. Körbe a szélén meg a pörzsanyagok sülnek. Ezt nem szabad elkapkodni. A kinti főzést a soha. Ugye arra kell vigyázni, hogy most, hogyha megpörköltük a húst, meg a hagymát, néhány helyen rá szokták rakni a paprikát. Á. Ilyenkor csak félő, hogy persze, egyből megég, nem azt. Tehát majd az a legjobb, hogy amíg pörkölik, megcsináljuk a paradicsomot, felszereteljük a paradicsomot és a paprikát. Addig én kevergettem. Köszönöm jó? Szépen, azt megköszönöm. Te én csak szeljed. Egy kis lé, úgyhogy megkeverhetjük. Megkeverhetem? Igen. Igen, már is levet engedett a paradicsom paprika. Teszünk hozzá egy kis sót, az ugye jobban előhozza a nedvességet mindenből. Hozzárakhatjuk a borst is. Bors. Felénk nem raknak ilyen pörköltekbe borsot. Nálunk mindig. Igen, igen. Somogyi konyha. Hát már jól néz ki, és akkor jöhet bele a... Az alaplé. Alaplé. Fogom. Köszönöm. És akkor inkább mindig adagolod a lét. Igen, mert kevés lével kell főzni. Tehát mindig oda kell figyelni rá. Épp, hogy egy kicsit állette. Úgy. Na, forra vízünk, na, úgyhogy jöhet a galuska. Ugye a galuskát mindig akkor keverjük ki, amikor már forra víz. Forra víz. Víz, só van benne?
majd most fogok belerakni sót, ugye ne hátráltassa az is a forrás. Forrás, nehezebben forr föl. Így van. Sóba nem kell félni egyébként, azt nyugodtan rakhatunk így bele. Így van. Ízesebb lesz tőle. Na milyen galuskát készítesz? A teljesen normált? Kanalas galuska, annyi benne a csavar, hogy fele rétes liszt és fele finom liszt lesz. Uh-huh. Jó. Na, mekkorákra szaggatod? Ízlés kérdése. Amilyen te szeretnél. Háztartás, nem? Ahogy szoktad. Elhúzzuk a tál szélén, és akkor finom mozdulatokkal beleszaggatjuk. Kérlek, akkor szedd ki, légy szíves, jó. A galuskákat, én pedig belerakom meg, ugye milyen szép. Szépek lettek. Belerakom ugyanolyanokra. Jó, ja, mert jó. Jöhet a máj, szuper. Akkor pár perc. Azért nekünk magyaroknak ezek a igazi ételek, nem? Így van. Hú, köszönjük. Jó étvágyat kívánok. Muszáj nokedlivel kezdenem, szaftos nokedlivel. Egy kis májjal, na. Megvárom a reakciót. Nagyon finom. És nagyon jó így a nokedli. Brutális. Az a baj, hogy ezeket az ételeket nem lehet abba hagyni. Így van. Finom. Nagyon finom. Utolsó kalat. Aztán kikapok Kláritól. Magyarországon mindenki azt hiszi, hogy nagyon jó pörköltet tud főzni, de nem mindenki tud. De ez nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Hát itt a vadászhölgyeknek elmondanám, hogy a Tóth Tamás, a híres pálinkász, aki nagyon komoly eredményeket ér el különböző pálinka fesztiválokon, ugye, hát na, champion minősítést, arany, ezüstérmeket. Akinek névnapja van. Ti csak ígyatok, mi pedig boldog. Akkor készítjük. Én pedig előkészítem, így van, ez egy vadisznó csülköt fogok készíteni tárcsalapon, és most bepácolom, friss fűszerekkel pácolom, szárított zöldségekkel, egy kis bors kerül rá, meg hát természetes a boróka bogyó, ami a vadételek elkerülhetetlen ízesítője. A boróka egyébként egy kiváló alapanyag a helyi boróka pálinkának. Csinálsz boróka pálinkát? Igen, mert úgy gondoltam, mint barcsi pálinka készítő, kihagyhatatlan volt számomra, hogy borókából ne készítsünk. Vagy megkóstoljuk utána. Egyébként almával kombináljuk. Almára, kálvádoszra teszed alma pálinkát. Igen, egy kálvádosz jellegű, de almában semmi nem marad a végén, mert a boróka az annyira karakteres, masszív íz-illatvilága van. Kíváncsi vagyok. Tehát a szárított zöldség, boróka, zöld fűszerek, újhagyma, Bors, és én saját magam készítettem egy ilyen kis paprikás, csilis, mézes kis ízesítőt, amit szabon a vathúspácokba is szoktam beletenni, de ugyanakkor kész ételként is lehet már fogyasztani, hogy egy ízesítőt tunkolni. Picit megroppantom a boróka bogyót, hogy azt a kis kesernyés, fűszeres, édeskés, egy picit csípős ízvilágát. Kibírja adni, jobban ugye? Kibírja az illóolajokat. Tessék. Igen, és akkor ezzel is egy kicsit sót nem szabad nem rátenni, mert az elvonja
a nedvesség tartalmát a húsnak, a só majd a tárcsalapon, az ételkészítés közben. Nagyon profi. És ezek? Az pedig már egy előre bepácolt. Húsok, csak ennyit hoztál megint, Klári? Amit lehet, hogy jól fogom belőle. Szuper! És mi lesz a köret? Ez a krumplis tészta érdekelne nagyon. Krumplis tészta maga módján, igen, itt a lányok már reszelik. Megfőztem a krumplit héjába, és a kihűlt krumplit lereszeljük, hagymát dinctelek, és abban van beleforgatva a lereszelt főtt krumpli. Tésztát gyúrunk, elsodrom. Friss tésztát. Friss tésztát, hát ez a lényeg, ugye? Friss tésztát, és elcsipkedem. Körömnyi kis darabokra elcsipkedem, és ez ki van főzve forró vízbe, és úgy összekeverve ezzel a hagymás dinsztel krumplival. Az vaddisznózsír? Vaddisznózsír. Honnan tudtam? Mert az előbb mondtam. Nem, reggel mondtad, tudod, mert kisütötted. Meg abból ettük a töpörtét, igen. A hajón. Már hajón jól lakatott. Nem ettem azóta, Klári. Erre számított, azért hozott ennyi húst, hogy nehogy éhen maradt. Mert kapnék mi, hogyha ettem volna. És milyen komoly kis fakockákat tettél oda. Az mi? Bükfa? Bükfa. Atya, de. Bükfa, és arra abba is fogok borókabogyót beleszórni, hogy ahogy a grillen sül a hús, egy kis bükfa parazsas füst is átjárja a vaddisznó, és a borókabogyó meg egy ízvilágot, egy zamatanyagot kölcsönöz még a húsnak. Nagyon profi. Voltál már fáradt életedben? Nem. Ezt honnan sejtettem, nem? Hogy a Klári még sosem volt fáradt. Nem érek rá fáradni. Jó Istenem. Tehát egy kérget sütünk. Igen, egy kérget sütünk rá. Egy kis vizet, egy kis vörösbort fogok hozzáönteni, amiben párolódik a teteje. Rá van rakva, akkor gyakorlatilag egy diszkoszt képez. Ez nagyon jó cucc. Tehát először így nyitva megkérgezed, utána jön egy pici bor, egy pici víz, igen, meg hát nyilván a nedvességtartalma, meg a pácliből is öntök rá, és akkor rámegy a fedő, és ez olyan 2,5-3 órát szépen lassan szinte konfitálódik, és egy nagyon finom, puha, ízvilágú, ízletes, szaftos húst fogunk belőle nyerni. Én már értem, hogy miért vagytok ti egy társaságba. Érted? Hát, mert jól érzitek magatokat együtt. Ennyi. Jól érezzük magunkat, ugye? Együtt a vadászhölgyekkel. És az természetes, hogy ott kovácsol bennünket. Megvan a tisztelet a férfiak felől? Vadász férfiak felől? Én azt mondom, hogy azért igen. Aja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 j
csapatba. Megvan a tisztelet. Hát legyen is gondolom, meg. Hogy hát legyen mindannyiunk is meg. Részére. Legyen is meg. Egy kis vörös bort, lányok, legyetek szívesek. Már kézben. Kézben. Rendben van, rendben van. Ki? Vagy nem megszenteltetek. Bocsánat. Ez házi. Noha. 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 Fekete noha. A legillatosabb. Borítsad le, Marci, légy szíves. Na jó, mennyi szépen. Idő, mit mondtál? Hát ennek olyan 2,5-3 óra kell, amire ebből finom, lesz. Finom étel lesz. Borokázunk egyet addig, Tamás? Jó. Nem fogtok sírni addig, nem, ugye? Nem. Itt maradt a jó fajta bor. Menjetek ki. De vigyázz, mert még kell a Klárina. Jó, jó, megpróbálunk hagyni egy kicsit. Jó van. A
pálinkáim, amit itt elhoztam magammal a mai nap, azokat kimondottan a környék gyümölcseiből válogattam. Van itt nagy szerencsénkre egy telepített áfonyás, ami ritka, ritka, mert savanyú kivatása. Igen. De figyelj, szerinted csak beszélni fog róla, Tamás? Hát remélem, iszunk is bele. Azért valamit az én pálinka piknik kosaramból elő fog kerülni. Tökéletes táj, gyémeskút, gyönyörű nyúhodály, pásztorlak. És ez milyen fa itt, Gábor, ez itt? Ez szederfa. Szederfával. Szeder, amiből még szintén jó pálinka. Van ennél tökéletesebb dolog? Ezt nézd meg, ezt a csodát. Áfonyát kóstolunk először, mert megyünk az intenzívebb aromát felé, Bajár úram. Nézd, bocs, úgy mindenből kóstolunk. Köszönöm, természetesen. Isten éltessen. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. Egészségeteket. Egészség. Tehát ez a helyi áfonya. Közeli áfonyásból van, kék áfonyából készül. És ezt te főzted? Igen. Hát gratulálok. És ez csak hobbi egyelőre. Egyelőre hobbi, de még akármi lehet belőle. Tehát tervek vannak a jövőt illetően. Oda nézzetek, ezek milyen fajták? Racka. Fekete rackák? Fekete racka. Úristen, de gyönyörű! Ezek tartják tisztán ezt a portát. Hát ez milyen látvány, gyerekek? Gyönyörű. Meglátták, hogy megjöttek, oda néz? Hazaértünk. Jaj, de szép. Jó napot! Kóstolt pálinkát? Hát én nem tudom. Öcsi! Egy pálinkára? Na gyere! Jó napot kívánok! Gyönyörű rend van, gratulálunk! Ilyen emberből kell sok, mint maga. Üdvözöllek! Névrokon, Tóth Tamás. Borbás Marci vagyok. Jó napot kívánok! Miért kér? Szeder. Ide lépjen gyere föl, és akkor... Áfonya, szeder vagy boróka? Három. Igen, boróka. Boróka. Oké. Hát, ha már azzal van körülvéve, ugye? De jó illata van. Egészségedre, egészségére. Gratulálunk, ez a gyönyörű rend, gyönyörű állomány, ez nagy munka. Egész más illatvilág. Igen, ez a... Isten. Ez aztán a közeli termék. Szóval ez az almapálinkán, amiről meséltél a Klárieknek. A darált borókabogyó együtt terjed a darált almával. Együtt terjed, és akkor a végén, úgy van lepárolva, az alma adja a létartalmat hozzá, a kezelhetőséget, hogy egészséges erjedés legyen, a boróka meg az aromát. Isten, és nincs túlzásba véve, azt tetszik. Jól esett, ugye? Köszönöm. Gondoltam további volna? Jó munkát, nagyon köszönjük. Szervus, egészségére, minden jót, viszontlátásra. Na megjöttünk, sziasztok, ez nagyon jó volt. Örülök, sziasztok, jöttek a birkák is. Hogy... De gyönyörű lett! Hát lassan elkészülünk a vaddisznó csülökkel. Azt a mindenit! Ezt itt kint így megcsinálni, mi? Nagymesternő. Kostoljátok meg. Mert mindjárt megesszük egybe. És itt meg egy kis bükkfaparazsas, borókabogyós grillen pár szelet vaddisznó tarját, egy kis választék. És látom, az asztal se semmi, amit megterítettetek. Olyan vadászos asztal. Hát vadászos, nem? Tisztelettel invitállak benneteket. Sütöd mindjárt a gévát is. Sütöm a gévát is, inge, forr a víz, főzzük ki a csipkedett tésztát. Szuper! Krumpli már megpárolódott.
nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönjük szépen! Marci, Tamás! Köszönjük! Én azt a... nézzétek meg! Ide nézzetek ezt a gyönyörű evőeszközt. Innen én erről a csülökről vágok egy falatot. Új, de jól néz ki, Klári, meg lányok. Jó étvágyat! Nagyon köszönjük ezt a csodát. Alig várom, hogy a gévát megkóstoljam, de előbb a húst fogom. Köszönöm, mindjárt csak most a húst. Áfonya vagy az fekete noha, ez meg áfonya. Isteni? Uaj, de jó ez a szőlőlekvár. Hú, ez fejedelmi ez az ebéd. Nem szoktam köszönöm rosszakat enni, de ez még fölötte. Nagyon finom, Klárikám. Egy darab gombát elveszünk ketten? Ez a hús. Isteni. Szaktos, puha. Nagyon köszönöm. Ennél nem lehet tökéletesebbre. Kedves vagy. Nem, őszinte. Fú, elnézelődnék órákig, olyan szép. És hol az a hegy, ahova föl fogunk menni? Szia, de jó kézfogásod van, még egyszer. 300 fős faluba ekkora cukrászda. Az egy dolog, hogy látványos, de milyen finom. Palcsik, tudod, hogy még át kell mennünk a laláékhoz is. Az azt jelenti, hogy már ne egyek. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.